A világkupa nagyon jól sikerült, a 64 TKD Spirit Egyesülettől három versenyző tudott kijutni erre a hatalmas megmérettetésre, 45 ország közel 1600 versenyzője vett rajta részt. A Spiritből Penci Andrea elsődanos versenyzőnk és Csorba Ádám elsődanos versenyzőnk jutott ki, illetve mondhatom, hogy egy csapatban velünk az Ádámnak a párja, a tradicionális küzdelemben Nagy Adrián, illetve az én párom Pataki Krisztián a budapesti Tigersből mentünk ki. Minden versenyszámban képviseltettük magunkat. Az én kedvencem, és ami mondhatom, hogy tapasztalatok alapján jól megy nekem, a tradicionális küzdelem, amiben többszörös Európa-bajnok és világbajnoki harmadik helyzet voltam eddig a Pataki Krisztián társammal. Most ezt a világkupát meg tudtuk nyerni, ami egy nagyon nagy eredmény számunkra. Illetve hát Ádámnak és Adriánnak is jól sikerült ez a versenyszám, ők is harmadikok lehettek. Jó magam még speciális törés technikában lehettem harmadik helyzet, illetve csapatküzdelemben voltam harmadik a másik két társammal. A csapatküzdelem azért volt egy érdekes momentuma ennek a versenynek, mert öt főnek kell részt vennie egy csapatküzdelemben, és ebből háromnak győzni kell ahhoz, hogy a csapat tovább juthasson. Mi csak sajnos hárman tudtunk kiállni, mert eredetileg négyen lettünk volna, de az egyik versenyzőnk még itthon a hilleszakadást szenvedett, így hárman álltunk ki, de ezzel a három emberrel el tudtunk jutni a dobogó harmadik fokáig, ahol sérülés miatt fel kellett adnunk a további szereplést, de nagyon jól sikerült. Nagyon kemény volt, 15 csapat volt, tehát azt lehet mondani, hogy a világ legjobbjai. Ott voltak, ugye abban a csoportban voltunk, és úgy kezdtük, hogy egyből a új-zélandiakat kaptuk meg, akik világbajnokságot megnyerték 2011-ben, és sikeresen legyőztük őket. És ezzel szépen meneteltünk, és így bejutottunk a négy közé, és végül harmadikok lettünk a tradicionális küzdelemben. A tradicionális küzdelemet ezt hogyan kell elképzelni? Ez melyik versenyszáma a taekwondo? Hát ez egy olyan saját magattól összerakott küzdelem egyik pároddal, aki, és ilyen 60-75 másodperc között kell lennie. Képzeletbeli küzdelem. Hát, hogy, mint a filmekben, hogy el kell játszani, hogy, mintha küzdenétek. És a felkészülés azt hogyan látjátok? Jól sikerült? Hát én úgy érzem, meg az Adrián is gondolom, hogy mi mindent megtettünk, amit lehetett, ugye a heti 5 edzésekkel, és azt végigedzettük, tehát elég keményen, és úgy érezzük, hogy megérte, meg jó volt, szinte minden rendben volt. Volt nehezebb fejbe, vagy fizikálisan bírni a versenyt? Hát szerintem mind a kettő, mert elég hosszú volt, és így nehéz volt fizikálisan is, mert sok versenyszámban indultunk, meg fejben is, mert hosszú volt, aztán nehéz volt. Nagyon jó verseny volt, de sajnos pont most töltöttem a 18-at, így már felnőtt kategóriába kellett indulnom. Amihez még elég sok tapasztalatot kell gyűjtenem, mert a sokkal tapasztaltabb versenyzőkkel küzdöttem, de szerintem a továbbiakban még lehet esélyem. Jövőre is, illetve hogy két év múlva lesz talán a világkupa, akkor is próbálkozol majd kijutni, és akkor talán jobb eredményekkel? Igen, szeretnék. Melyik azok a versenyszámok, amik hozzád közelebb állnak, amiben igazán jó vagy? Az erőtörés a kedvenc versenyszámom, ezen kívül még a küzdelmet szeretem jobban. Kint a világkupán 45 ország képviseltette magát 1600 versenyzővel, a magyarok 11 fővel tudtak részt venni a versenyen. Ha ezt összehasonlítjuk az argentinokkal, akik 182-en, a norvégok 140-en, az írek 160-an voltak, tehát a nagy átlagban az országok 100 fölötti versenyzőt tudta kihozni a versenyre. Ehhez képest a 11 fős magyar csapat a 17. lett a 45 országból, ami szerintem egy nagyon szép eredmény. Az amiatt van, hogy kevesen űzik ezt a sportot Magyarországon, vagy más akadálya van, esetleg feltételbeli probléma? Valószínűleg nem fogok meglepetést okozni azzal, hogy azt mondom, hogy anyagi jellegű okai vannak ennek, hogy csak 11-en tudtunk kimenni. Körülbelül 200 ezer forintos költségvetése volt egy versenyzőnek. Ezt a gazdagabb országokba könnyebben meg tudják oldani a versenyzők, illetve támogatást is kapnak.
sajnos mi nem kaptunk rá támogatást, mindenki önerőből oldotta meg. Rengeteg nagyon jó versenyző van Magyarországon, ha megnézzük az országos versenyeket, de sajnos nem tudják sokan megengedni anyagilag. Szerencsére mi meg tudtuk oldani, reméljük, hogy legközelebb is tudunk menni a világkupára, bár ez most kijelölték, Jamaikában lesz 2 év múlva, ami igen nagy kihívás anyagi téren. Reméljük, hogy sikerül támogatókra szert tenni, és akkor újra tudunk menni majd. Hogy a Spiritből többen is magyar válogatottak, hogyan lehet kiérdemelni ezt a címet itt Magyarországon, hogy a magyar válogatott tagja legyen egy versenyző? Ezt úgy lehet kiérdemelni, hogy a legjobbnak kell lenni, le kell győzni az adott versenyszámon belül a többi kihívót, és hogyha valaki az országban, az adott versenyszámban a legjobb, akkor ő mehet erre a versenyre.